Adán a községi képviselőtestület ünnepülésén azokat a személyeket és egyesületeket díjazták, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Ada község fejlődéséhez, népszerűsítéséhez. Dr. Csepál Pál nyugdíjazott orvos tevékenységét is kitüntetéssel ismerték el. Ez az elismerés nekem nagyon sokat jelent, mert 40 éves szakmunkám alatt rengeteget tudtam a községnek adni. A KKT munkáját Búcsó Attila, a községi képviselőtestület elnöke értékelte. Minden év július 2-a az a nap, amikor községünket, annak szorgos közösségét, múltját, jelenét és jövőjét ünnepeljük. Bilicki Zoltán, Ada polgármestere a 2012-es év nehézségeiről beszélt. Egy igen nehéz év áll ugyan községünk mögött, de ennek ellenére az előző mandátumban szerzett tapasztalatainknak köszönhetően sikerült megvalósítani több kisebb projektumot, valamint kiemelném a legjelentősebb megkezdett beruházást, a kanalizációs hálózat kiépítését községünkben. Az ünnepi KKT ülésen a helyi művészek is felléptek.